A székesfehérvári évnyitó társasági program a mecenatúra hagyományait helyezte újra előtérbe. Az esti fővédnöke Herceg Anita a köztársasági elnök felesége volt. A székesfehérvári jótékonysági esti már második alkalommal a kérés és az adakozás különös forma. Segít őszintén, nyíltan, álszemélem nélkül kérni. Az estély háziasszonya ezúttal is Miklósa Erika, Kossuth díjas operaénekes volt. A világhírű művész a tárkány művekkel közös produkcióval köszönte meg a vendégek adományait. Nevelő célzatú is ez az estély, ez a hagyományteremtő estély, hiszen próbáljuk az embereket rászoktatni arra, hogy mennyire jó adakozni és önkénteskedni, jótékonykodni. A szervezők, akik a bajba jutottaknak, rászorulóknak igyekeznek segítő kezet nyújtani, ezúttal a legkisebbekre gondoltak. Gyermekekre és egy olyan iskolaház vagy olyan kezdeményezéssel, ami keretet, közösséget ad a gyermekek számára. Az esti bevételéből idén a Böjte Csaba által Székesfehérváron létrehozott Szent Imre iskolaház működését támogatják. Én azt hiszem, hogy ez inkább logisztikai kérdés, nem annyira anyagi kérdés. Tehát az, hogy meg tudjuk-e menteni a bajba lévő sodródó gyerekeket, hogy nagyobb bajt meg tudjunk-e előzni, az nem annyira pénzkérdés, hanem szeretet kérdése. A jótékonysági eseményen több mint 120-an vettek részt.